Tájak, utak, épületek, mind-mind különleges látásmódban fotózva. Nagy Miklós orvos fotográfus kiállítása az Eszterházi palotában nyílt meg, és a Wolf Solent nyomában címet viseli. Wolf Solent egy 19. századi regény hőse, a regény pedig az alkotó meghatározó olvasmány élménye volt. Az agyának a rejtett zugairól szóló személyiség, jellegzetesség, ami nálam is talán valamilyen szinten így van. És amikor ezt a könyvet 19 évesen először nagyon regényes vagy romantikus körülmények között kezembe kaptam, és nagyon jókor, akkor ez egy olyan könyvé vált a számomra, ami majdnem egy kultikus, és azóta is minden évben elolvasom. A fotók többsége útközben készült, hiszen Nagy Miklósnak nincs sok ideje fotózni. Ugye látszik rajtam, most is éppen munkaruhában vagyok itt a kórházban, és amikor jövök dolgozni, vagy amikor megyek haza éppen, akkor az autóból, amit látok, azt gyorsan lefotózom, és nagyon sokszor mozgásban. Ami, hogyha olyankor történik, amikor nincsen elég erős fény, akkor olyan nagyon szép elmosodott, akvarelszerű rajzolatot hagy maga utána. Ezek a képek pedig azért különlegesek, mert a fotókra Gál József festőművész álmodott egy másik réteget. Úgy látta, amikor egyszer végignézte a fotónak a printjeit, hogy az a világ az nem csak egy rétegről szól, hanem a képekben több réteg is benne van, be lehet képzelni mindenféle olyan dolgot, amik nem láthatók amúgy a fotón, és amit ő gondolt, hogy nem látható, azt úgy ráfestette. És akkor így jött ki, hogy egy olyan kép, ami holt marccal és kicsit mocsaras vidék, és abból kimászik egy szörnyeteg. Dr. Nagy Miklós kiállítása október 6-áig látogatható, hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig.